GDP 40%-át előállító főváros és Pest megye többnyire Európai Uniós források nélkül ért el azokat a gazdasági eredményeket, amelyeket elért. Ám a támogatás hiány nagyon nagy különbségek alakultak ki települések és járások között. A térség leggazdagabb települése éppen 100-szor erősebb, azaz 100-szor több adót termel, mint a legszegényebb. És ez, ha nem is ilyen mértékben, de meglátszik az oktatás, az egészségügy és az élet szinte minden területén. A kormány a 2021-től kezdődő Európai Uniós fejlesztési időszakra szétválasztotta Pest megyét Budapesttől, tehát a 2021-es kohéziós források tekintetében Pest megye az egy önálló régiót fog alkotni, és mint ilyen Európai Uniós forrásokra lesz jogosult. A másik fontos döntés a kormánynak az pedig a jelenre vonatkozik, mégpedig arra, hogy addig is, amíg a 2021-es fejlesztési időszak nem indul el, addig is valami fajta kompenzációt kapjanak a Pest megyei települések arra, hogy a versenyképességüket, a gazdasági fejlettségüket, az itt lévő vállalkozásokat, az önkormányzatokat, azokat állami költségvetési forrásból is fejleszteni lehessen. A felzárkóztató program keretében az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, útépítésre, csapadékvízkezelésre, valamint vállalkozás fejlesztésre is ad pénzt a költségvetés. A tervek szerint a műszaki fejlesztésre a kisvállalkozók maximum 80, nagyobb vállalkozók 150 millió forintot is kaphatnak. Az új médialaborral ismerkednek a hallgatók a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az intézmény csütörtökön átadott részlegét a legkorszerűbb eszközökkel szerelték fel. A diákok olyan szoftvereket használhatnak, mint a vezető reklámügynökségeknél vagy filmstúdióknál. Az intézmény rektora szerint az egyetem falai között igazi alkotóközösségek jöhetnek létre. A műegyetem, ami kiválósági képzést ad, az elméleti oktatásnál nem állhat meg, mert ebből teljes értékű szakemberek nem fognak kikerekedni. A gyakorlatias képzés, ami az ehhez hasonló műhelyekben zajlik, ez számunkra elemi fontosságú, már az alapképzésben, fokozottabban a mesterképzésben, és média tudományokból mind a két képzéssel rendelkezünk. A naprakész tudás az nagy kincs az egyetem falai közül kikerülő diplomások számára. Úgy gondolom, és ezt évek óta így gondoljuk a hatóságnál, hogy egy felelős hatóságnak nem csupán az a dolga, hogy a jelen helyzetekre megfelelően reflektáljon, hanem az is, hogy a jövőbe investáljunk. A mostani a 10. olyan médialabor, amit a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával alakítottak ki. Egy olimpiai bajnok dobása a leendő olimpikonok felé. Szeptember 1-én szervezte meg a MOM Sport és a Buborék úszóiskola az új vízilabda utánpótlás csapatát. Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó edzőként is sikeres, hiszen klubcsapattal és a női válogatottal, illetve a junior válogatottal is számos nemzetközi, Európa és világbajnokságot nyert már. 2015-től a női utánpótlás válogatott szövetségi kapitánya lett. Jól ért a gyerekek nyelvén, számos jó tanáccsal látta el a SOTE csapat tagjait is. Motivációként elhozta a gyerekeknek az 1976-ban Montrealban szerzett olimpiai aranyérmét is. Nyilvánvaló, hogy a gyerekek, ők még hisznek a mesében, és szerintem pont az a csodálatos a gyerekekben, hogy még nem realisták, még nincs bennük negatív energia. Ők azt gondolják, hogy ha valamit nagyon-nagyon szeretnének, akkor azt persze meg is lehet valósítani. Nincs az, hogy adottság, vagy magasság, vagy súly, hanem egyszerűen, ha szeretném, akkor meg tudom csinálni. Buranics Ildikó nagyon örült annak, hogy a budai gyerekek körében is ekkora sikere van a vízilabda sportágnak és az újonnan indult edzéseknek, hiszen közel 100 gyerek jelentkezett hozzájuk, akik közül 65-en jutottak be a keretbe. Azt gondoltuk a Merkeli Istvánnal együtt, hogy nagyon motiváló lenne, ha egy igazi legendát, aki ráadásul nagyon jól beszélhet, én nekem is könyvbe lábadt a szemem, ahogy a gyerekekhez szólt, hogyha meghívnánk ide, és ő azonnal igent mondott. És az volt a cél, hogy aki bizonytalan, de már itt benne van a vízilabda sportban, az most kapjon egy olyan felejthetetlen élményt, amire felnőtt korában is emlékezni fog. Noha a most alakult utánpótlás csapat létszáma jelentős, a MOM Sport továbbra is várja a vízilabda és más vízesportok iránt érdeklődő gyerekek jelentkezését is az edzésekre.